Pont a főpróba hét, nem tudom, második, harmadik napján éreztem, hogy szédülök, nem kapok elég levegőt, elkezdett fájni a rekeszizmom, annyit feszítettem, és hát ez is egy feladat megtanulni, ugye folyamatosan feszíteni kell, és vannak ezek a görcsök, amit meg kell csinálni, de az a kérdés, hogy az ember hol tud levegőhöz jutni, hol tud lazítani és lazán csinálni ezt, tehát görcsöktől mentesen ugyanakkor mégis jól dadogni. És azt gondolom, hogy ez a magja, vagy ebből nagyon erősen ki lehet indulni, hogy milyen traumákat hordoz ez az ember. És hogyha ebbe belegondol a színész, ugye én hál' Istennek nem éltem át ilyen nagyon erős traumákat, de hogy az ember elképzeli, hogy valóban hogyan nőtt föl egy ilyen fiú, akkor az igen sokat tud segíteni. És azt gondolom, hogy amikor el is mondom a Sándorral való jelenetben, hogy pirosra csípték a karját, nem adtak neki eleget enni. És tulajdonképpen nem volt egyfajta bensőséges közeli kapcsolata a szüleivel, hiszen dadák nevelték őket föl. És ez egy nagyon izgalmas dolog, és akkor járunk jól, hogyha a néző folyamatosan elbizonytalanodik, és azt látja, hogy most végre egymásra találtak, és sikerülni fog neki a beszédet elmondani, és egyáltalán meg fog tudni gyógyulni, másszor meg teljesen kilátástalan a helyzete. Én azt gondolom, hogy az állhatatosságról, és a kitartásról, és a barátságról is szól ez a darab.